Szerbusztok, kedves embertársaim, én Oszkár vagyok, és ez itt nem más, mint a Cliff Barker's Undying végigjátszásomnak a 17. része. Végeztünk ugye Otto Kaisingerrel az előző részekben, hát konkrétan az előző részben, és hát ezekkel a varjú-szerű madarakkal jóban lettünk, kaptunk is tőlük egy mana forrást, de most már 170 a maximális manánk. Viszont még mindig Oneirosban vagyunk, tehát valahogy vissza kell jutni, és a következő célpontunk egyébként Bethany lesz. Vagyis Aaron, és utána lesz Bethany, igen. Hát igen, szóval Ambrose-zal meg Lisbeth-tel ugye már végeztünk, plusz Otto Kaisingerrel. És itt bizony, tulajdonképpen le is eshetnék, mert itt a gravitáció másképpen működik. Igen, igen, így van. Tulajdonképpen ott nem tudom, hogy van-e valami fent. Ugye megnézem. Szerintem nincs semmi, ez zárva van az ajtó. Ja, innen már csak lefelé vezet az út. Szóval elvileg most már azokkal a varjú-szerű lényekkel nem nagyon fogunk megütközni és harcolni. Ismét visszatértünk, úgy tűnik. Hát mondjuk igen, az érdekes egyébként, hogy most mi okozta a visszatérésünket a kastélyból, vagy még lehet, hogy mindig Oneirosban vagyunk? Ugye a kérdés az felmerülhet. De én azt hiszem, hogy ez most már a valóság, nem egy álomvilág. Hát egyedül most az a probléma, hogy azt hiszem, igen, nincs különösebben küldetés, tehát valószínűleg mindjárt történni fog valami érdekesség, ami kiborítja a Billit. Úristen, micsoda durva hang volt. Majdnem megsüketültem. Takarodj innen, ez családi ügy. Tűnj el innen. Oké, gyere. Itt most nem lehet legyőzni őt, úgyhogy jobb, hogyha menekülök, mint a disznó. Ez most a menekülésről szól, gyerekek. Na most, nem tudom, hogy itt a kulcsok terén hogy állok, de mindegy, visszanézek azért ilyen régi helyszínekre. Miért ne? A szobám az zárva van. Azt mondom, hogy még talán egy éjszakát fogok eltölteni itt összvisz. És hát ugye azt az álmomat pedig Bethany fogja majd elég teljesen megzavarni. Fölösleges leállni, harcolni, mert itt kb. Majdnem a végtelenség jönnek. Aaron az meg ugye hát legyőzhetetlen most jelenlegi félig húsvér, félig szellem alakjában. Tehát először még valamit meg kell tennünk ahhoz, hogy le tudjuk őt győzni. Nem, ez sem működik. Étel felvonó az gyakorlatilag. Júj! Ay, motherfucker! Látszik, rossz irányba jöttem. De akkor vajon merre kell menni? Még elég egyértelmű volt számomra, hogy erre kell. Jön. De jó ég. Lisbeth szobája zárva van. Nem működik, hát hol merre kell akkor tovább menni? Locked. Akkor mégiscsak jó irányba mentem, csak valamit lehet, hogy nem tettem meg. Igen, most fölöslegesen ütem. Hát maximum, hogyha ez is golyóval mennék ellene. Jó, hogy elfogytak az ezüst golyók, mi? Na jó, akkor marad a... kasza. Lekaszaboljuk.
Fussunk, hadd lobogjon a hajunk. Won't budge. Egy pillanatra megvakarom a fülemet. Na mehet, mehet tovább. Stuck. Ja, hát persze. What can you tell me about this Aaron fella? He was a strange one. An artist. He used to spend many long hours in his studio. Where is this studio? It is located in the inner courtyard, behind the stables. Tehát Aaron egy igazi művész volt, azt mondja, és rengeteg időt töltött a stúdiójában. És megkaptuk a kulcsot ugye a dolgozószobához. Egy nyom. Beszéltem egy komornyikkal Aaronról. Azt mondja, hogy Aaron lévén művész hosszú órákat szokott tölteni a saját műtermében, mely a birtok belső udvarában található. Hú, húzzunk innen. Egyébként Aaron a legkönnyebb főellenség, ezt majd meglátjátok, hogy miért mondom ezt. Hogyha már tudod, hogy hogyan kell legyőzni, akkor nagyon egyszerű. Amelyek igaz, hogy ez nagyjából mindenre igaz, de ő rá kimondottan. Tehát őt mondhatni, hogy izomból nem lehet legyűrni. Ó, mi ez a sötétség itt? Másszuk meg ezt a létrát. Innen valószínűleg ugrás lesz. Igen, ez lesz az a bizonyos stúdió. Most lesz egyébként egy mini boss harc. Ott vagyok én. Úgy látszik, hogy a művész úr engem festeget. Patrick Galloway-t. Na nézzük. Kerül az álom mostanában. Napok óta nem aludtam, mióta ezek a látomások kísértenek. Zöld, alaktalan képzelgések. Patkányok világa. Bárcsak visszatérhetnék a német faházam oltalmába. Láttam a koronát a homlokomra helyezve. A vászon mögött van egy másik kép is. Bethany, te boszorkány, tudom, hogy figyelsz és tervelsz valamit. De nem irigyelheted el a gondolataimat. Azok az enyém és az övéi, és te soha nem értenéd meg őket. Nyugalom, ez az, amiről a nővérem még nem is hallott. A tollam és az ecsetem túl sokat árulnak el rólam. Ezeknek a képeknek ki kell jönniük a fejemből, aludnom kell. Talán el tudok menni Ázsiába. Jó messze van, megfutamodás lenne, de ugyanakkor hazugság is. A belső hangok elől menekülni, mi? Nos, hát ha én ide leugrok, olyan harc lesz, hogy... Tyú! Az életerőmet azt most feltöltöm. Kicsit gondolkodok is rajta, hogy hogyan kéne megejteni ezt a következő csatát. Ami egyébként nem Aaron és köztem lesz. Még most egyelőre. Lehet, hogy igen, ezt fogom bevetni. Plusz a gyorsaságot és a kaszát. Ez egy gyilkos kombináció. Igen, ezt gondolom, hogy zárva van. Jammed. Yep. Na jó, hát akkor hajrá! Ez hatalmasat sebez, vigyázni kell vele. Hú. Nem lehet feltámasztani. Hát igen. Na hát végül is egész jól megúsztam. Igen, szóval amit ő lefest, az megelevenedik. Aztán el is tűnik persze, viszont
nekem arra szükségem van, ami a festményen található. Szóval, le fogok oda ugrani és el fogom kapni. Ho-ho-ho-ho! Meg a kulcs is ott van egyébként. Felfedeztél egy mana forrást. Plusz megszereztem a Bethany kapu kulcsát, húúúú! Mehetünk Bethanyhoz. Na és most már 180 manám van. Hát kíváncsi vagyok, hogy ennél többet sikerül-e megszereznem. Úgy lenne logikus, hogy 200 manám is lehet mondjuk a játék legvégére. Hát majd kiderül. Életerő táskák. Azok jöhetnek. Egy kis látásvarázslatot most benyomok. Ó, szegény szamarantyú. Közben ömlik a víz felülről, amit esőnek neveznek, errefelé, mifelénk. Na, szóval mehetünk akkor Bethany felé, de először is még azért itt egy picit körülszaglászok. Na igen, hát itt nincs semmi. Ó! Ohohoho! Akkor lehet, hogy mindjárt elnézek, várjál. Mert most, hát nem tudom, hogy lehet, hogy akkor arra kell menni, de én úgy emlékeztem, hogy így visszafelé kell menni alapvetően. Visszafelé lehet, de mindegy, akkor menjünk erre. Biztos, hogy erre kell. Na, kicsit még azért nézzünk körbe-körbe, mindig ezt mondom, de hát... fontos. Mert amit látjátok, tele van mindenféle finomsággal. TNT-vel is. Még egy kis TNT-vel. Gyógypakkal. Ha nagyon alaposan körülnézel, akkor nagyon könnyű a játék végül is. Hát Nightmare fokozaton egyszer próbáltam indítani a játékot, de nem játszottam vele túl sokat Nightmare-en, csak belenéztem az első néhány töltőképernyőt vittem végig, és hát azért az úgy érezhetően nehezebb volt, tehát sokkal megfontoltabban kellett haladni. De egyáltalán nem lehetetlen. Szóval, hogyha már ismered a játék mechanikáját, akkor meg hogy milyen varázslatokat mikor kell kifejleszteni magas szintre. Tehát mondjuk kb. Úgy, ahogy én csinálom. Akkor az már úgy jó. És azért jövök el erre, mert gondolom, hogy erre már nem lehet jönni. Igen. És lehet, hogy most erre kell menni, de szerintem nem. Na most egy pillanatra visszatölteném még. És arra lennék kíváncsi, hogy itt a konyhába vissza lehet-e menni. Bár mondjuk igaz, hogy Bethanynek nem a szobakulcsát kaptuk meg, hanem a kapukulcsát, és az meg ugye ez. Tehát most Bethanyhoz fogunk ellátogatni. Ez azt hiszem, hogy egy ilyen bentlakásos iskola volt anno, és mindjárt kisüt a nap, figyeljétek. Á, a pisztolyt azt most így használgathatom. Ezt a lőszert is, is használjam egyrészt. Plusz ezek ellen ez nagyon jó. Látok ám én ott valamit. Mi az ott? Dupla egészségcsomag. Mi ez itt? Mindenféle lőszer. Amiből már fullon vagyok. Egyébként lesznek majd itt megint olyan szörnyek, amik így magukhoz próbálnak húzni. Mert egy gyorsaságvarázslattal majd el lehet iszkolni, és közben lövöm őket, mint az állat. Még fognak jönni egyébként ilyen Lisbeth-szerű kutyaszörnyek. Hopp, plusz egy varázserősítő követ is hallok. Azt mondja, hogy lássak. Oké, akkor látok. Hoppá, Bethany. Ez jó ronda szegény. Igazi boszorkány.
Igen, és itt valami furcsaság van egyébként, lehet is látni a textúrán. Szóval, amit tenni fogok, az nem más. Ahogy sugalta is a játék. Pontosan ezt fogom tenni, vagyis ha meg is tettem, és ott egy kulcs. Plusz egy állkapocs. Fú, mi beteges, mi? Azt mondja, hogy ez állkapocs. Mi ez? Bethany egy emberi állkapocs csontot rejtette el a padlódeszkák alatt. Egy mandibulát. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy családon belül ennyi szörnyűség legyen elkövethető egymás ellen, de azokból, amit eddig tapasztaltam, gyanítom, hogy ez Aaroné lehet. Nem csoda, hogy a szelleme ilyen nyugtalan. Ez a szörnyű trófea lehet a kulcs a szelleme lecsendesítésére. Igen. Na gyere szörnyi! Gyertek szörnyikéim! Hadd végezzelek ki benneteket! Fognak ezek jönni minden irányból mindjárt. Fasza, mint hogyha még erősebb lenne most, nem? Pedig nem. Nem erősebb, csak lehet, hogy én használom jobban. Ügyesebben. Hol van vajon az a kő? Hogy lehet hozzájutni? Á, biztos ide ki kell ugrani. Hát persze. Here it is. Mindenféle könyvek vannak itt, nem hiszem, hogy bármelyik is titkos ajtót nyitna ki. Aztán ennyi volt. Na akkor gondoljuk át, hogy milyen mágiát kéne fejleszteni. Szerintem... Igen, hát már nem is nagyon van mit. Egyre kevesebb feltámasztást. Há. Nem váltást. Hát... szerintem ezt fogom. Az eloszlatást. Mert ez még majd jól fog jönni. Bethanynál. Na jó, menjünk akkor innen. Mi ez a tömeggyűlés? Nem szervezkedni akartok. A háttérhatalom ellen. Ez jár nektek. Na nézzük. Hát, nézzünk meg akkor, hogy mi van itt mögötte. Épület mögött. Hát, egy nagy semmi. Kis vér. Itt nincs semmi. Hopp, szereztél néhány pisztolytörtént. Hát, bocsánat. Meg egy egészségi csomagot. A karámban. Érdemes mindig a tehenek közébe nézni. Ó, de jó ég. Ó, de jó ég. Honnan jön? Oké, akkor előre a pisztolyra. Ez is golyó, az már nincs. Gyere, pusztulj meg! Igen, most próbál szívni magához, de hát... Köszönöm, én nem kérek belőle. Igen, ez már tud varázsolni is. Elég durván. Hát igen. Azért némi lőszerbe belekerült. Lehet inkább Molotov koktélt kellett volna használnom. Mindegy. Ez még úgyis pisztoly lőszer. Gondolkodok, hogy lehet, hogy ezt egy ilyen varázslattal fogom kinyírbálni. Ez úgyis egy nagyon erős fegyver, pláne így, kővel megtuningolva. Ah, persze,
Ez a tuti. Nem kell itt szarakodni, jobbra-balra. Jobbra-balra. Előre-hátra. Ó, amikor először játszottam ezzel a játékkal, akkor ez a két ellenség eléggé megszivatott, úgy emlékszem. Ó, úgy látszik, hogy a birtokon még mindig esik az eső. Na, akkor viszont most hát Áront kell lecsendesítenünk azáltal, hogy az állkapcsát visszahelyezzük a fejére, a fejébe, és ennek fejében meg tudunk vele most már véglegesen küzdeni. Ja, sejthető volt, hogy erre kell menni. Ugye Áron kulcsa megvan, tehát most már akkor tudjuk, hogy hova kell menni. Üdv Áron! It won't, eh? The clock won't stop for you. Fate has little use for those blind to the grand design. Igen, hát nem távoztam el. Életerő táska az kő. Ó, lehet erre menni tovább? De nem a toronyba vezet? Ó, tudja már itt a jó Isten, hogy mi merre vezet, de végülis a lényeg, hogy most Áron szobáját kell megtalálni. Az pedig erre van. Júj! Nehogy fenékbe döfjön azzal a kampóval. Ez az. Megvan Áron szobakulcsa, és hát így, igen, így néz ki Áron szobája, hát tényleg eléggé művészi. Nem rossz, nem rossz. Igen, itt muszáj ide az oszlop mögé rejtőznem egyébként. Tudni illik. Kinyílik az ajtó, és az mindent magába fog szívni. Ha most nem lenne itt az oszlop, akkor már rég halott lennék. Szerencsére megszűnt. Jól van, most már mehetek. Hú, kemény, mi? Na de. Tulajdon képességgel. Most akkor vajon ugye hova kéne menni? Hát most ki kell jutni innen. Azt hiszem. Teljes mértékben ez a elképzelésem, hogy most innen kijutunk és vissza kell menni a dolgozó szobához. Tényleg a dolgozó szobán keresztül tudnánk ezt a legjobban megejteni egyébként. Ami történetesen azt hiszem, hogy ebben az irányban van. Most már ugye van egy olyan kulcsunk, ami a kinti régióhoz is használható. Vajon megnézek már valamit, mi volt az ott fent. Ja, egy kis textúra hiba. Hogy észrevettem, mi? A dolgozó szoba az itt van. Elég se erre kell jönni, pedig lemertem volna fogadni. Akkor viszont menjünk lefele-lefele. Arra sem lehet menni. Igen, sokan panaszkodtak, hogy eléggé lineáris ez a játék. De amint látjátok, ez nem feltétlenül hiba. Mert most is itt kolbászolok jobbra-balra, aztán hogyha most minden ajtón át tudnék menni, meg minden, akkor végképp ötször ennyi időbe tartana végigvinni ezt a játékot. Hát megnézem, mit ír az újság. Egyesítsd Áron állkapcsát a testével, kutasd át Bethany szobáját, hát ha találsz valami információt Áronról, Bethany szobáját. Tehát ez nem zárva volt? Úgy emlékszem, hogy oda mentem, és ez meg zárva volt. Hát akkor viszont... Vagy lehet, hogy nem ez volt, nem ez az ajtó volt. Ó, oké, akkor. Én kérek elnézést, ahogy Gálvölgyi János mondaná. Azt mondja, hogy lássak. Ezek a dobok.
igen, Bethany világára utalnak ezek a dobjátékok. Ideje távoznod, fiú? Na, mindegy, azért elolvasom gyorsan itt a naplóját. Kedd. Ma egy érdekes levél érkezett. Úgy tűnik, hogy az értelmes emberek után való kutatásom hirtelen véget ért. Az illető Otto Keisingernek hívja magát. Furcsa módon soha nem próbáltam érintkezésbe kerülni vele. Ötletem sincs, hogyan jutott el hozzá a nevem, de el kell ismernem, hogy felkeltette az érdeklődésemet. De ezúttal óvatosnak kell lennem. Nem hagyhatom, hogy rájöjjön, mekkora a tudásom. Lehet, hogy veszélyesnek érezné, vagy még el is lopná, ami jogszerűen az enyém. Ha ki tudom használni az egóját és a hiúságát, vajon ez a hiba minden mágusban megvan? Akkor felgyorsíthatom a tanulásomat. Oneiroszt szokta emlegetni. Az apám könyvei között találtam utalásokat egy régi városra. Feltételezhetően egy mágikus katasztrófa által pusztult el. Állítja, hogy járt ott. Talán ő is csak egy Crowleyhoz hasonló bolond, de ha mégse, akkor szükségem lesz a tudására és a segítségére. Talán nem is lesz szükség arra a csőrre, amit használni akartam. Csütörtök. A fene ebbe az emberbe, hogy állandóan bosszant engem. Az higgaszt le, hogy üzleti fortélyokra tanít. Nem sok türelmem van ehhez, de ha megtudná, mekkora tudásom van, biztos véget vetne a kapcsolatunknak. Úgy bánik velem, mint egy játékkal vagy egy gyerekkel. Ezt már be akarom fejezni. Ez a ház kezd egy csapdává válni. Többé már nem tartozom ide. Meg kell tennem a következő lépést. Meg kell tanulnom mindent, amit Keisinger tud. Honnan a pokolból jönnek az ilyen patkányok? Vasárnap. Megtudtam, hogy Otto Angliában él. Talán egyszer majd látogatást kell tennem nála. Bethany. Hoppáré. Üdv. Ez olyan, mint Raiden. Mögét kerül teleporttal. Félig meddig teleporttal. Igen, hát ez ilyen nőnemű lénynek tűnik. És elég veszélyes, pláne hogyha többen jönnek rá egyszerre, úgyhogy vigyázni kell. Egyébként ő Bethanynek a szolgája. Hoppá, itt lehet lefelé menni. Azt hiszem, tudom, hogy hol vezet ez a hely. Áronhoz. Na, várja. Nyomassunk csak egy izét. TNT-vel azt nem lehet kirobbantani, szerinted? Teszek egy próbát. Hát nem. Azt hittem, pedig ki lehet. Na, kérlek. Akkor harcra felgyőzni kell. Hogy jöttünk, láttunk, visszamennénkben hallhattuk. Behelyezzük az állkapcsot. Jaha. Igen, ez azért rossz dolog. Mert most már ugye a szelleme nem tud eltávozni a testéből. És azért kénytelenek vagyunk ugye a testében legyőzni szellemét is egyszerre. A szegénynek így még rosszabb, ami azt illeti, mint sima szellem formában. Jajaj! Na mi lesz már? Mikor fogod szkorpiónként kilőni ezeket a karmokat? Értem már. Ennyi. Ennyi volt. Meg kellett várni, hogy egy gerendába így belevágja ezt a
szkorpionszerű tüskét, ugye? Lánc véget. Ettől bezzeg elájulunk, mi? Igen, na szóval ő volt Áron. Úgyhogy megvolt a negyedik fő ellenség is. Nem volt egy nagy harc, tudom. Sleep well, Irishman. Szép álmokat, írember. Ah, pont végig az időnknek. Szóval, már csak Bethanyt kell legyűrni. És ez, amit most láttok, ez egy álom. Tehát most igen, lefeküdtünk. És Bethany most kísérti az álmainkat. A jó hír, hogy tudunk ismét majd repülni. A rossz hír, hogy ezek az ellenségek azért eléggé komolyak. De lesznek új fegyverek, nem is akármilyenek. És ugye Bethany lesz az utolsó fő ellenség. Vagy mégsem. Na, meg is érkeztünk, viszont akkor én most csinálok egy gyors mentést. És ez volt kérlek alásán a 17. része a Cliff Barker's Undying végigjátszásomnak. Hogyha tetszett a videó, akkor légy szíves, lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra. Következő részben pedig bemutatom nektek Bethanynek a álomvilágát, ami cseppet sem hivogató. Oscar voltam. Sziasztok!